Második idegenbeli meccsén is beragadt a kezdésnél a nyíregyházi együttes. Az első negyedet a Budafok nyerte 9 ponttal. A második 10 perc 3 ponttal a cápáké lett, de a nagyszünet után ismét elépett a házigazda. Az utolsó negyedben kapaszkodott a Blue Sharks, de nem tudta utolérni ellenfelét, így 5 pontos budafoki győzelemmel zárult a találkozó. Úgy gondolom, hogy a csapatunk nem azzal a hozzáállással kosárlabdázott, ahogyan kellene. Nem hiszem, hogy megengedhetünk magunknak ilyen vereségeket, és azt hiszem, hogy a csapat minden tagjának át kell gondolni azt, hogy hogyan is szeretné tovább vinni a szezont, mert gyökeres változásnak kell lennie nagyon rövid időn belül. Én egy picit szigorítottam, és bizonyos büntetést elővezettem a csapatnak. Nem akarom büntetésnek nevezni, mert úgy gondolom, hogy nem adtak más lehetőséget, és valamilyen módon meg kell találni azt, hogy hogyan alakulhat ki a csapatnak minél hamarabb a hierarchiája. Ehhez a srácok is kellenek. Azt hiszem, hogy egy picit az átalakult csapatnak a szerkezetét nem igazán szeretné mindenki elfogadni, és bizonyos dolgok ellen küzdenek. Nekik is elmondtam az öltözőben, Roy Keane szavai csengenek vissza, aki néhány napja azt mondta, hogy a Manchester United öltözőben síró kisgyerekeket lát, akik valami miatt megsértődnek, majd elhatározzák, hogy nem fognak úgy edzeni és úgy dolgozni, ahogyan kellene, csak ez nem egyeztethető össze azzal a munkával, vagy azzal a szereppel, amiben ők vannak és dolgoznak. Vasárnap a HEP Kupa első fordulójában az NB2-es Sanse Nyics ellen léptek pályára a cápák. A találkozón kijött az osztálykülönbség, 138-ra nyert a Blue Sharks. Mindenféleképpen győznünk kellett ezen a mérkőzésen, és mindenféleképpen jó volt az, hogy bizonyos szituációban egészen jól működött a csapatjáték. Természetesen nem szeretném túlértékelni, hiszen azért osztálykülönbség volt, és várhatóan ezt is vártuk a mérkőzéstől, de azért annak örülök, hogy végre Czura Attila is betalált, és hát ha elindul egy picit fölfelé az ő teljesítménye is. A héten nem játszanak a kék cápák, a jövő héten viszont két meccs is vár a csapatra. Kedden a Vasas érkezik a Continental Arénába, pénteken pedig az MTK Török Bálinthoz látogat a Nyíregyháza Blue Sharks.